Fekete-hegyre is megérkezett a karácsonyi csoda, hiszen szombaton megnyílt a karácsonyváró mini vásár. A Feketehegy hegy szárazréti közösségi ház kultúrudvarában arcfestés, helyi termelők és finomságok várták az ünnepi hangulatra vágyó kicsiket és nagyokat. Az esemény központjában azonban a kézműves csokoládékészítés készítés állt. Nagyon sok mindennel készültünk. Azt szerettük volna, hogyha így karácsony előtt egy héttel az emberek tudnak ajándékot készíteni a fa alá, hát ha valaki még nem vásárolt ajándékot, ezért trüffel és mini csokoládékészítéssel készítéssel készültünk, amit szépen becsomagolnak és ajándékba a családnak átadhatnak. A legkisebbek szakértők felügyelete mellett készíthették el a finomságokat, ami vagy eljutott az ajándékozotthoz, vagy egyes esetekben, akik megkívánták, már az ajtón kifele elfogyasztották. A vásárba látogatókat színes műsorok is várták. A Kisfenyő című bábelőadást a mesélő bőrön társulat adta elő a kicsiknek. Török Laura a kis gyufa lány meséjét mondta el, és Tóth Boróka karácsonyi dalokkal hozta meg az ünnepi hangulatot, végül pedig a sötét beáltával egy látványos tűz -zsonglőr produkcióval egészült ki az este.